Horváth Ámos előtt olvasta. Kedves Fali, kedves Fali bácsi, ahogy a legtöbben a MEOSZ-ban szólítottak. A MEOSZ elnöksége nagy szeretettel és tisztelettel gondol rád a szövetség megalakulásának 35. évfordulója alkalmából rendezett közülésen. És őszintén sajnáljuk, hogy nem együtt ünnepelhetjük meg a mozgássérült emberek mozgalmának nagyszerű eredményét. Ezekről a sikerekről ma nem beszélhetnék, ha te nem vagy. Szegényebb lenne a mozgalom, ha az 1980-as évek elején nem kapcsolódsz be oly aktivitással. Főtitkárként, majd alelnökként elévülhetetlen érdemeid vannak a szövetség fejlesztése, elismerése, a mozgássérült emberek megbecsülése terén. A te munkásságodhoz fűződik, hogy a szövetség 1986-ban a Kárpát utcából átköltözött a Szamarkó utcai székházba. Neked köszönhetik a súlyosan mozgássérült emberek, hogy bevezették 1988-ban a lakásakadálymentesítési állami támogatást, de élharcosa voltál az épített és természeti környezet, illetve a közlekedés akadálymentesítésének is. A munkádat dicséri, a MEOSZ megbecsülését jelzi, hogy állandó meghívottként részt vettél a Parlament Szociális és Egészségügyi Bizottságának ülésein, évekig tagja voltál a FIMITIK elnökségének. A tekintélyed, kiváló szakmai tudásod elismerését jelzi az is, hogy beválasztottak az Egyházak Világtanácsa, az EDAM, a Fogyatékos Emberek Ökumenikus Érdekvédői Hálózata Fogyatékossági Csoportjába, az Év Akadálymentes Épülete Pályázat Bíráló Bizottságába, mindig másokért dolgoztál. De számodra ez nem munkát jelentett, az volt a te küldetésed, hogy segíts a sorstársaidnak. Akkor is, amikor létrehoztad a Tina Pandell nevezési Holland Magyar Programot, amely korszerű technikai eszközök alkalmazásával segített a mozgáskorlátozott embereknek életminőségük, önállóságuk javításában. Vagy amikor életre hívtad a Félis Csabai lakóotthon, mely mintaként szolgált más lakóotthonoknak. Mindannyian emlékszünk, milyen áldás küzdelmet folytattál, hogy a közbeszédben és a sajtóban méltóság teljesen beszéljenek, írjanak a fogyatékos emberekről. Szenvedélyesen bíráltak, akik lekicsinylő szavakat használtak a fogyatékos emberekre. Még a közéleti nagyságokat is megkérted, hogy a mozgáskorlátozott emberekre kedvesen, nagyon megbecsülést adó szavakat használjanak. Kedves Fali, kedves Fali bácsi, tartson meg nagyon sokáig a Jóisten erőben, egészségben.